Kórházi fejlesztések. Hamarosan új dővérszálló is épül. Ügyfélsegítő. A bíróságon jogvégzett szakemberek nyújtanak segítséget. Tapintható világ. Különleges kiállítás szombattól a múzeumban. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Javult a levegőminőség városunkban. A légköri aeroszol, azaz a szállópor 24 órás átlagkoncentrációja a szénatéri mérőállomás adatai szerint február 21-én az egészségügyi határértékre csökkent. A mérések folyamatos csökkenést mutatnak, és az adatok az egészségügyi határérték alatt maradtak ma reggel és délelőtt is. Az előrejelzések alapján a kedvező időjárási viszonyok a hétvégére is megmaradnak, ezért dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza megyeiugóváros polgármestere elrendelte a füstködriadó tájékoztatási fokozatának visszavonását. A szállópor szennyezettségről az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján a levegőminőség.hu oldalon tájékozódhatnak. Felhívják a lakosság figyelmét, az önkormányzat korábbi rendelete alapján március 15-ig tilos a kerti hulladék és avarégetése a kertekben. A szabályok betartását a közterületfelügyelet munkatársai folyamatosan ellenőrzik. Többek között a betegbiztonság növelése, az egészségügyi szakemberek helyben tartása is célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórháznak, mondta az intézmény igazgatója szerkesztőségünknek. Dr. Adorján Gusztáv kiemelte, folyamatosak a fejlesztések, a jelentős eszközbeszerzések és az infrastruktúrális beruházások. Közel 300 millió forintból újul meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház 5 telephelye egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően. A program infrastruktúrális fejlesztéseket és eszközbeszerzéseket is tartalmaz. A Nyíregyházi Kórházban közel 150 millió forintból korszerűsödik a fizioterápiás járóbeteg szakellátás. Erről február elején számoltunk be, de emellett további jelentős fejlesztések érintik még az egészségügyi intézményt. Nyíregyháza az egyik olyan intézmény, ahol új zöldmezős beruházás keretében 110 férőhelyes nővérszálló fog épülni. Ezt miniszter is bejelentette, a 4 ilyen intézmény van, úgyhogy ez egy nagyon örömteli dolog számunkra, várjuk ennek az elindítását. Természetesen más fejlesztéseink is voltak már ebben az esztendőben, és a tavaly esztendőben nagyon sok minden lezajlott, elég a parkolóházat, betegbiztonság, a új, teljesen új steril részlegünknek a felújítása, a gépeknek, a sterilizáló eszközöknek a beszerzése, az új óvodánknak, ugye már a város elé óvoda, az is nagyon fontos fejlesztés volt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház, a Felső-Szabolcsi Kórház, a Szatmár megyei sürgősségi kórház és a Szatmár megyei önkormányzat új, mintegy 1,5 millió eurós projektet valósít meg. A nemzetközi fejlesztési program keretében a magyar partnernek lehetősége nyílik az ércentrum szűrő és diagnosztikai tevékenységének bővítésére és megerősítésére, illetve az invazív kardiológiai laboratórium eszközfejlesztésére is. Az intézmény egy másik interregionális projekten belül további új eszközöket szerez majd be. Ebben az esztendőben még megint interregionális, tehát határon átnyúló pályázat keretén belül 2 új CT-t fogunk tudni megvásárolni. Ez is nagyon fontos dolog tulajdonképpen. És hát ugye a maga az, hogy a kubaturális feltételeinknek a javítása is folyamatban van, hisz elkezdődött a Bocskai utcai STK földszintjének a felújítása, részleges felújítása. Ez is egy első lépcsőfoka egy későbbi munkának, illetve a pulmonológiai osztályunknak a felújítása. A Sóstói úti kórház pulmonológiai osztályát 150 millió forintból 4 ütemben újítják fel. Az első ütem már lezárult, új vizes blokkok készültek és korszerűbbre cserélték a nővérhívó rendszert. A beruházás forrását Viszmajor támogatásként az Állami Egészségügyi Ellátóközpont biztosítja, 100 millió forintig a fennmaradó részt a kórház önerőből állja. A megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya autópálya alosztályának munkatársai a megyei nyomozók jelzésére az M3-as autópálya Kálmánházi pihenőhelyén vontak ellenőrzés alá egy cseh honosságú személygépkocsit február 20-án hajnali 12:30 körül. A gépkocsit egy 27 éves ukrán állampolgárságú férfi vezette, 4 utasa, akik az eljárás adatai szerint vietnámi állampolgárok, magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni.
A rendőrök az illegális migránsokat idegenrendészeti eljárás lefolytatása érdekében előállították. A tiltott határsértőket, akik az eljárás adatai szerint illegálisan léptek be Magyarország területére, kiutasították, majd február 21-én átadták a román határőrizeti szerv képviselőinek. A fehérgyarmati rendőrkapitányság munkatársai február 20-án az esti órákban a fehérgyarmati vasútállomáson elfogtak két külföldi férfit. A magukat afgán állampolgároknak valló férfiak a magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni. A rendőrök az illegális migránsokat idegenrendészeti eljárás lefolytatása érdekében a csengeri határrendészeti kirendeltségre előállították. A tiltott határsértőket, akik az eljárás adatai szerint illegálisan léptek be Magyarország területére, kiutasították, majd február 21-én átadták a román határőrizeti szerv képviselőinek. A rendőrök február 22-én hajnalban Tisza-Szentmárton és Zsúr között is illegális migránsokat tartóztattak fel, a hat külföldit idegenrendészeti eljárás lefolytatása érdekében állították elő a határrendészeti kirendeltségre. A József András Oktatókórház hematológiai osztálya rendszeresen továbbképző tanfolyamokat szervez a legújabb onkohematológiai kezelési lehetőségek bemutatására. A programok nem csupán a hematológusok, hanem a társszakmák, belgyógyászok, gasztroenterológusok, szülésznőgyógyászok és laboratóriumi szakorvosok számára is új, hasznos információkat közvetítenek. A József András Oktatókórház hematológiai osztálya évente 1000 fekvőbeteget és 12.500 járóbeteget lát el. Céljuk, hogy a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei emberek a lakhelyükhöz közel a legjobb és a legmodernebb kezeléseket kapják meg. Ezek jelentős része még csupán klinikai tanulmány formájában érhető el. Az oktatókórház így olyan terápiákat is biztosítani tud a betegek egy részének, amelyeket jelenleg más formában, más ellátóhelyeken még nem alkalmaznak. Az osztályon jelenleg is számos klinikai vizsgálat folyik, az osztály 4 főorvosa rendelkezik tudományos minősítéssel. A hematológia és azon az onkohematológia területén szédületes a fejlődés. Évről évre újabb gyógyszerek jelennek meg. Ezeknek a klinikai bevezetés azonban nagyon drága, nagyon sok előkészületet igényel, és kiválasztott helyeken kell az ehhez szükséges vizsgálatot lefolytatni. Az innovatív hozzáállásunk eredményeképpen előjárunk a hematológiai, onkohematológiai klinikai vizsgálatok számában, nem csak a megyében, országosan is, és ennek köszönhetően számos betegünknek tudunk olyan ellátást adni, amit ma jelenleg egyébként nem kapnának meg, és az ország más helyén sem biztos, hogy mindenütt hozzáférhető lenne. Hát ezzel egy plusz tudunk adni a betegeknek a mai elvárható terápiákhoz képest is. A továbbképzések előadásai a hematológia határterületeit is érintik, így a lisztérzékenység, a vele született vastúlterheléses állapotok, az immunhátterű vérszegénységek, a fokozott trombózis hajlam, valamint a terhesség kapcsolatait is tárgyalják. A továbbképzés ezért nem csupán a hematológusok, hanem a társszakmák, belgyógyászok, gasztroenterológusok, szülésznőgyógyászok és laboratóriumi szakorvosok számára is új, hasznos információkat közvetít. Az elmúlt év októberétől alapjaiban változott meg a korábbi bírósági panasznap intézménye. Nem csak a tartalom, az elnevezés is. Ezentúl az ügyfélsegítőhöz fordulhatnak az ügyfelek. Az eddigi tapasztalatok szerint jellemzően polgári ügyekben kérnek segítséget. Az új polgári perrendtartás rendelkezései alapján kizárólag eljárásjogi kérdésekkel fordulhatnak a jogi képviselő, ügyvéd nélkül eljáró ügyfelek az ügyfélsegítő intézményhez, ahol jogvégzett szakemberek nyújtanak segítséget a konkrét ügyek intézéséhez. Az eljárásjogi kérdések mellett a bírósági fogalmazók, titkárok, a nyomtatványok kitöltése, illetve egyéb technikai tanácsadás során is készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére. A bírósághoz forduló személyek az ügyfélsegítő félfogadási napján történő megjelenéskor azt is kérhetik a szakemberektől, hogy szóbeli kérelmüket jegyzőkönyvbe foglalják. A bíróság nyilvános és ingyenes ügyfélfogadási napján olyan kérelmek terjeszthetők elő, amelyek intézése a bíróság hatáskörébe tartozik. Abban az esetben, ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy igénybe veszi az ügyfélsegítő intézményét, mindenképpen fontos, tudja, hogy milyen ügyben szeretne a bírósághoz jönni, milyen igényét akarja érvényesíteni. Hogy kiemeljem, hát sajnálatosan a leg
gyakori perek, a válóperek, abban az esetben, ha valakiben már kialakult a végleges szándék a házasság felbontására, nagyon fontos, hogy úgy jöjjön ide az ügyfélsegítőre, és akkor tudnak igazán hatékonyan segíteni az itt dolgozó kollégák, ha magával hozza mindazon okiratokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez a kereset teljes egészében tökéletesen kerüljön benyújtásra. Gondolok itt a házassági anyakönyvi kivonatra, ha van kiskorú gyermek, a születési anyakönyvi kivonatokra, a 30 000 forintos illetékbélyegre, vagy ha valakinek jövedelmi vagyoni viszonyai nem teszik lehetővé ezen illetéknek a megfizetését, akkor szükséges, hogy magával hozza a költségmentesség engedélyezése iránti nyomtatványt megfelelően kitöltve. Szabolcs-Szatmár Bereg megye valamennyi járásbíróságán szerdán 8-tól 15 óra 30 percig tart nyitva az ügyfélsegítő. Az ügyintézés során lehetőség van előzetes időpontfoglalásra, amelynek igénybevételével jelentősen lerövidül az ügyfelek várakozási ideje. Már lehetőség van elektronikus időpontfoglalásra is, ezt egyre többen használják. Az eddigi tapasztalatok szerint az ügyfelek jellemzően polgári ügyekben, házassági perek, szülői felügyeleti perek, gyermektartásdíj perek kapcsán fordulnak a bírósághoz. A közelmúltban fejlesztés is történt a bíróságokon. Sikeres pályázat eredményeként 55 darab split klímát szereltek fel a Nyíregyházi Törvényszék Bocskai és Toldi utcai épületébe, valamint a Mátészalkai, Vásárosnaményi, Nyírbátori és Fehérgyarmati járásbíróságokra, de több vizes blokk felújítása is megtörtént. A munkakörnyezet javítása érdekében véghez vitt beruházás az Országos Bírósági Hivatal Jablonszky Ferenc program 7. ütemében elnyert, mintegy 34 millió forintos támogatásból valósult meg. Tapintható világ címmel különleges kiállítás várja az érdeklődőket a múzeumban. Mindjárt jönnek a részletek, előtte nézzük a nap további híreit. Baleset történt péntek délelőtt Nyírpazony és Nyírtúra között, egy személygépkocsi balra akart letérni a 4-es számú főútról, ám a sofőr nem vette észre, hogy őt már előzik. Így történt az ütközés, a balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. Az M3-as autópálya felhajtójánál baleset történt péntek délelőtt, egy kamion figyelmetlenül kanyarodott az autópályára a 4-es számú főútvonalról, az ott szabályosan közlekedő személygépkocsi sofőrje, hogy elkerülje az ütközést a kamionnal, elrántotta a kormányt, ám így szalagkorlátnak csapódott. Több fa is kidőlt térségünkben az erős viharos szél miatt, többek között Nagyszállás külterületén, ott egy terepjáróra dőlt rá menet közben egy előregedett akácfa. A jármű utasa megsérült, üvegszilánkok sebesítették meg, őt a mentők kórházba szállították. Tapintható világ, válts nézőpontot címmel különleges kiállítást nyitnak a Józsa András Múzeumban szombat délelőtt. A vendégek szemtakaróval, tapintásukkal is érzékelhetik majd a műalkotásokat, így a kiállítás érzékenyítő programmá is válik. Ez a kiállítás nagyon más, mint a többi. Ezt a kiállítást olyanok is felkeresik majd, akik talán még sosem jártak a múzeumban. Ez a kiállítás több, mint egy szokványos művészeti tárlat. Ennek a kiállításnak sokkal kézzelfoghatóbb a programja, mint bármely másiknak. Ugye nem egy szokványos kiállítás, mert ugye mindig azt mondjuk a kiállításokon, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, ez pedig pont a fordítottja. Mi ezt a közönséget is szeretnénk bevonzani a Józsa András Múzeum falai közé, és úgy veszem észre, hogy nagy az érdeklődés. Budapesti és polgári középiskolások, látó és nem látó képzőművészek, helyiek és fővárosiak küldték el képeiket, szobraikat, plasztikáikat a tapintható kiállításban. Több partnere van a témában a Józsa András Múzeumnak, a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületén túl a Rotary Klub, illetve a Kézenfogva Alapítvány is részes ennek az érzékenyítő, inkluzív programnak. Matyi Ágota és Veselény is diákjai készítették a kiállító termilátványt. Igazodtak a koncepcióhoz, a sötét világőrbe állították be a Földet. Háttérben a korábban már bemutatott halvány kék pötty című legóképpel, mely 6 milliárd kilométer távolságban láthatja a Földet egy űrszondáról. A látvány nyomán egy neves csillagász 1996 májusában megtartott beszédének egy részlete olvasható Braille írással a képen. Nem láttam még a többit, ezért ez a kedvencem, fogalmazott Nemes Nagy Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületének elnöke. 17 ezer legó kockával összerakott táblakép, ez egy fekete objektumot, tehát magát az űrt
jelképezi, és ezen a halványkék pötty maga a Föld, és fölötte pedig Carl Sagan csillagásznak egy idézete van Braille írással kirakva, egyszer egyes legókockából. Ez egy közös projekt, a Tekerdés a Vakok Egyesülete között. Nézzenek ismét arra a pontra, az itt van, az otthonunk, azok mi vagyunk. Ott van mindenki, akit szeretnek. Itt az egyik kapcsolati pont a Válcs nézőpontot alcímet viselő kiállításhoz. Az érzékenyítő program újabb eleme a kisgyerekkorában siketté és vakká lett neves író, aktivista művészetpártoló, a több nyelven beszélő előadó Helen Keller példája. Az élet vagy merész kaland, vagy semmi sem vélekedett a munkásságával megidézett harcosnő, aki nem engedte, hogy bezáruljon előtte a világ. Nem süllyed bele abba a világba, abba a csöndes sötét világba, kitört, tehát váltott egy nézőpontot, és van egy fantasztikus mondás, egy római, amit mindig-mindig idézett, ez pedig az, hogyha száműznek Rómából, Rómából élj Rómán kívül. Tehát nem szabad föladni, hanem küzdeni kell, és meg kell találni azt a pontot, ahol kiteljesedhet az ember. A március 31-ig látható értékes kiállításba kísérőt biztosít és érzékenyítő programot szervez a József András Múzeum. Emellett kreatív alkotói pályázatot hirdetnek, melynek részleteit a múzeum weboldalán és a nyíregyháza.hu-n is olvashatják. A Monort fogadja a hétvégén a labdarúgó MB2-ben a Nyíregyháza Spartacus. A Spari a héten újabb felkészülési mérkőzést játszott, vasárnap pedig szeretne 3 pontot szerezni. Az elmúlt hetekhez hasonlóan hétközben edzőmérkőzésen lépett pályára a Nyíregyháza Spartacus, ezúttal a Román Recea volt a vendég, mely egy törökországi edzőtáborból tért haza, és a román harmadosztály lista vezetője. Számukra egy hét múlva kezdődik a bajnokság. A Sparinál az első félidőben sok fiatal játszott. Az első negyed óra kiegyenlített volt, majd egy eladott labda után a Recea szerzett vezetést. Fordulás után Rezes tört be a 16-oson belülre, ahol buktatták, a megítélt büntetőt Gyurján Bence értékesítette, és bár a folytatásban sok helyzete volt a Nyíregyházának, maradt az 1-1. Voltak feladatok, voltak dolgok, amit gyakoroltuk, amit akartuk látni, inkább a szervezet védekezésbe, hogy tudunk letámadás szempontból, hogy milyen agresszióan tudunk lenni, mekkora nyomást tudunk tenni az ellenfélre és az ellenfél térfélre. Azt mondom, az, ami a hiányosság volt a zalaegerszegi meccsen, azt mondom, hogy ebből próbáltunk a hibát kijavítani, meg érni azt a szintet, hogy akkor a következő bajnoki meccsen ebből tudunk jobban kijönni. Másik oldalon több fiatalt akartuk próbálni, hogy ők kezdjék a meccset egy MB3-os csapat ellen, amelyik vezeti a bajnokságot, meg akartunk nézni igazából, hogy még szinten vannak, mit tudnak ők produkálni, és azt mondom, ezek a célok voltak ezen a meccsen. Vasárnap már bajnoki mérkőzést játszik a Spari, az ellenfél a tabella végén álló Monor lesz, melyet nem szabad lebecsülni. Ősszel 1-1-es döntetlent játszott a két csapat, az elmúlt fordulóban pedig a Monor hazai pályán 2-2-re végzett az élmezőnyhöz tartozó Békés Csabával. Nem lesz könnyű meccs, az azért becsapós, hogy utolsó helyen vannak, de mindenféleképpen győzelmet várok, főleg itthon. Gyurján Bence már jobban van, a szélső 39 fokos lázzal küzdött, és bár kicsit legyengült, bízik abban, hogy olyan állapotba kerül, hogy a hétvégén pályára léphet. A Monor elleni meccs vasárnap 14 órakor kezdődik, a Nyíregyházi TV aznap 18 órától közvetíti a találkozót. Híradunk végén nézzük a főbb tartalmakat még egyszer néhány mondatban. A betegbiztonság növelése, az egészségügyi szakemberek helyben tartása is célja a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórháznak. Folyamatosak a fejlesztések, az eszközbeszerzések és az infrastruktúrális beruházások. Az elmúlt év októberétől alapjaiban változott meg a korábbi bírósági panasznap intézménye. Nem csak a tartalom, az elnevezés is. Ezentúl az ügyfélsegítőhöz fordulhatnak az ügyfelek. Tapintható világ, Válcs nézőpontot címmel különleges kiállítást nyitnak a József András Múzeumban szombat délelőtt. A vendégek sötétben, illetve szemtakaróval érzékelhetik majd a műalkotásokat, így a kiállítás érzékenyítő programmá is válik. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket. Hétvégén, azaz szombat, illetve vasárnapi ismétléssel heti hír összefoglalóval jelentkezünk, a legfrissebbekkel pedig hétfőn a szokott időpontokban. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!